Rossz piac, bizonytalanság. Mandabokorban tartotta a gazdafórumot az agrárium aktualitásairól. Zajlanak a munkálatok, kulturális, infrastruktúrális és energetikai fejlesztések váltják egymást Nyírbátorban. Fő a biztonság, téli-tavaszi átállás segítő közlekedés biztonsági rendezvény volt Nyíregyházán. Továbbra sem rendeződött a piaci helyzet az agráriumban, sok gazda nem tudja érdemese belekezdeni a vetésekbe. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Az agrárium helyzetéről legutóbb Mandabokorban tartott tanácskozást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ. Az eseményen a közös agrárpolitika támogatásainak megváltozott feltételrendszeréről és a folyamatosan érkező pályázati lehetőségekről is tájékoztatták az érintetteket. A vármegye szinte valamennyi térségében szervezett már gazdafórumot a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ vármegyei szervezete. Ezúttal a vármegye székhelyhez közeli Mandabokorban hívták össze a közelben tevékenykedő gazdálkodókat. A tanácskozásra ezúttal is nagy igény mutatkozott, már csak azért is, mert az érintettek továbbra is reményvesztettek azt illetően, mikor javulnak piaci lehetőségeik. Rácz Imre, a Kamara vármegyei elnöke arról beszélt, sok olyan gazdával beszélt az elmúlt hetekben, akik bizonytalanok azt illetően, megéri-e folytatni a munkát az agráriumban. Elég sok nagy időt fordítunk most arra, hogy ugye a piaci lehetőségek itt az értékesítésnél eléggé beszükültek, és nem nagyon látszik megoldásuk. Azt gondoltuk, hogy azért ilyen március-április környékén majd a betárolt terményeknek a forgalmazása beindul a kereskedelem, de nincs piac, és egy kicsit olyan kedvetlen hangulat uralkodik itt a gazdák körébe, hogy akkor vessünk-e, minek vessünk, mennyit költsünk rá, milyen költségekkel próbáljuk meg ezt az évet átvészelni. A 2022-es év tragikus szárassága során csúcsosodott ki, mennyire nagy szükség van a nyírség vízpótló beruházására. A tervezés már javában zajlik, a több évig tartó kivitelezés is hamarosan elkezdődhet. Addig azonban a vízügyi ágazatnak és a gazdáknak is meg kell állapodniuk, számos beruházás ugyanis termőföldet érint. Ez egy hatalmas volumen maga ez a műszaki tartalom, ez több mint 400 milliárdos nagyságrend, tehát ezt most kis lépésekben tudjuk megindítani. Jó esély mutatkozik arra, hogy a mostani KEHO+ programozás időszakban egy 20 milliárdos kivitelezési feladat ebből meg tud valósulni. Értelemszerűen ez még a vízpótlási részt nem tudja magába foglalni, de a területi vízvisszatartásban hatalmasat tudunk előrelépni. Ami ennek a különlegességét adja, hogy azt látjuk, hogy az ágazat saját területén, most a vízügyi ágazatról beszélek már, a vízpótlás, vízgazdálkodás nem tudja megoldani, tehát mindenképpen meg kell szólítani a gazdálkodókat, hogy minél nagyobb területet tudjuk találni a víznek, ami egyben mondjuk egy tájhasználatváltás is jelent. A tanácskozáson elhangzott, a gazdálkodók új feltételrendszer szerint pályázhatnak a közös agrárpolitika beruházási, gazdaság és vidékfejlesztési támogatásaira. Erről a megváltozott rendszerről és az ütemezetten megjelenő pályázati lehetőségekről folyamatosan tájékoztatni kell az érintetteket. Tavalyi év végén már kitettünk egy pályázati menetrendet, hogy legyen idő felkészülni, megismerni az agrárkormányzatnak azt a tervét, hogy milyen pályázatok mikor fognak tudni megjelenni. Ma pedig elérkeztünk annak a stádiumába, a szakaszába, hogy havonta megjelennek, sőt hetente megjelennek ezek a pályázati felhívások. A mai napon került ki a kertészetet érintő üveghűtőház, fóliaborítás a növényházaknak a pályázati felhívása, illetve az élelmiszeripar esetében két pályázati felhívás társadalmasításra, ahol várjuk a gazdálkodók észrevételeit, kritikáit, javító szándékú hozzászólásait. Majd ezt követően fog elindulni majd a pályázati felhívás megjelenése, ahol már a valódi felkészülés jegyében a beadáshoz tudunk hozzájárulni. Nehéz évek ezek az agrárium számára, mondta el az eseményen Vinnai Győző országgyűlési képviselő, kiemelve, hogy a kormány éppen ezért szélesítette az igénybe vehető kedvezmények körét. A magyar agrárium nagyon fontos szerepet tölt be a magyar gazdaságba, és nehéz évek vannak mögötte, ugye világjárvány, háború, infláció, energiaárobbanás, a piacok nehézségei, és szerintem nehéz évek vannak előttünk, és ezért nekünk, közéleti embereknek a magyar gazdatársadalmat segíteni kell. Ilyen fórumokkal is segíteni kell, hiszen itt Mandabokorban, a Bokortanyák fővárosában, hiszen itt van
a terület önkormányzati képviselője is, aki gyakorlatilag négy nagyobb bokortanyát képvisel, el kell mondani az embereknek, hogy milyen lehetőségek vannak, milyen uniós támogatások vannak, milyen vidékfejlesztési pályázatok vannak, milyen hitel lehetőségek vannak, hiszen a kormány kamatcsopot vezetett be az agrárhitelekre is. A fórumon szó volt a jelenlegi időjárásról is. Elhangzott, egészen a tél közepéig megfelelő mennyiségű csapadék hullott, ami kedvezett az ősszel vetett növényeknek. Azóta azonban nagy a szárazság. Mivel pedig a természet nagyjából egy hónappal megelőzte önmagát, már itt lenne az ideje a tavaszi vetéseknek. A jelenlegi száraz talaj azonban ezt még nem teszi lehetővé. Új otthon felújítási program indul az 1990 előtt épült családi házak energetikai korszerűsítésére. Olyan ingatlanokra vehető igénybe a támogatás, amelyek rendelkeznek vezetékes gázzal, további feltétel az épület életvitelszerű használata. Az állami program nyillázárók cseréjére, a melegvizes rendszer korszerűsítésére, épületek hőszigetelésére és gázkazán cserére vehető igénybe. Nagyon fontos elvárás, hogy mindezen beruházások eredményeként egy 30%-os energiafogyasztás csökkentést érjenek el az érintett ingatlanoknál. A kamatmentes hitelt 8 év alatt kell visszafizetni, a pályázaton nyertes családok 26 és 35 ezer forint közötti törlesztő részletre számíthatnak. Várhatóan 20 ezer családi ház energetikai korszerűsítése valósul meg a programban. A Városházát, a fürdőt és az idősek otthonát is korszerűsítik Nyírbátorban. A városban jelenleg több mint 6,5 milliárd forint értékben zajlanak fejlesztések. A tervek szerint idén ér véget az a kiemelt kulturális beruházás is a városban, melynek köszönhetően megújul a Magyar Nemzeti Múzeum nyírbátori intézménye is. Középkori zarándok fogadó a nyírbátori lovardában. Állatsimogató is nyílt a létesítményben, amit egy vármegyei önkormányzattal közös magyar-román turisztikai támogatásból finanszíroztak. Ebből a forrásból a várostörténeti sétányt is tovább építették. A már elkészült fejlesztések mellett új beruházások is kezdődtek Nyírbátorban. Rengeteg fejlesztés zajlik most a városban, vannak kormányzati beruházások, vannak uniós forrásból, topos forrásból megvalósuló beruházások, vannak egyéb minisztériumi támogatások, nagyon sok helyszínen indult el, vagy indul el a napokban különböző fejlesztés. Ezeknek az összértéke meghaladja a 6,5 milliárdot jelenleg a városban, úgyhogy ez a város működése szempontjából is egy komoly kihívás, hogy ezeket a beruházásokat össze tudjuk hangolni, hogy a város folyamatosan tudjon működni. A Városháza épületében már zajlanak a munkálatok. Jelenleg a nyílászárókat cserélik, de részleges hőszigetelést is kapnak a falak. Az önkormányzat másik fontos beruházása a fürdő korszerűsítése is. A létesítmény energiafogyasztását hamarosan már a közelben kiépített napelempark biztosítja majd. A egyik legfontosabb része a fejlesztéseknek az energetikai beruházások. Nyilván ilyen magas energiaárak mellett az fontos, hogy a téli fűtés, a nyári hűtés, folyamatos üzemeltetés, energiafelhasználás az minimalizálva legyen. Ebben komoly fejlesztések történnek a fürdőben, önkormányzati intézményekben, mint a Városháza, idősotthon, szociális szolgálatépülete. Ez az egyik nagy kategória. A másik pedig azok az infrastrukturális beruházások, ami útépítéseket, csapadékvízrendszerek átépítését, zöld felületfejlesztést jelenti. Ebből is nagyon sok zajlik már jelenleg, és sok fog elindulni. Ugye ezek azok a vonalas infrastruktúrák, ami ahhoz kell, hogy a megváltozott időjárási körülmények között a különböző lakossági és ipari jellegű fejlesztések, beruházások, a hétköznapi működés az folyamatos legyen, úgyhogy ez a másik nagy kategória. Kiemelt kormányzati fejlesztés is zajlik a városban. A Magyar Nemzeti Múzeum nyírbátori intézményének teljes körű felújítása 2022-ben kezdődött. Ez az egyik legnagyobb kulturális beruházás az országban. Az építészeti munkák szinte teljes egészében elkészültek, kisebb befejező munkálatok zajlanak, októberben lesz az átadás, de addig még nagyon sok feladat van, hiszen ebben a múzeumban én azt gondolom, hogy országosan is, de még nemzetközi szinten is egy különleges kiállítás kerül megépítésre, nem csak azért, mert a bátoriakat mutatja, ami nyilvánváros számára nagyon fontos, hanem itt már a mesterséges intelligencia olyan mértékben kerül bevonásra magában a bemutató térben, ami egy kicsit ilyen futurisztikussá és különlegessé is teszi ezt a kiállítást. Magyarországon ez lesz az első ilyen mesterséges intelligenciával megtámogatott idegenvezetői rendszer, kiállító tér. A Magyar Nemzeti Múzeum Bátori István Múzeuma a tervek szerint 2024. októberében nyitja meg kapuit a látogatók előtt.
30 gépkocsit és közel 60 kerékpárt vizsgáltak át a szakemberek szombaton Nyíregyházán egy téli-tavaszi átállás segítő közlekedés biztonsági akció keretében. A Szabolcs-Szatmár-Berek vármegyei rendőrfőkapitányság és a vármegyei kormányhivatal közös rendezvényén regisztrálták a Bike Safe kerékpárokat is. Ezt előre, ezt pedig hátra. Mentsd a bringádat, és persze magadat is. Ilyen egyszerű, pár száz forintos eszközök is sokban hozzájárulhatnak ahhoz, hogy balesetmentesen vegyünk részt a közlekedésben. A szombati rendezvényen lehetőség volt arra is, hogy a kiérkezők regisztrálják kerékpárjaikat a Bike Safe rendszerében a bűnmegelőzési osztály dolgozóinak hozzáértő segítségével. Reggel 9 órától 12 óráig több mint 40 kerékpáros élt ezzel a lehetőséggel a Nyír Pláza parkolójában. A kerékpárok is előkerülnek ilyenkor a garázs faláról, újra elindulnak a kerékpárral. Ennek az egyik momentum az, hogy átvizsgáljuk a kerékpárokat is. Igazándiból ez a kötelező felszerelésekre szorítkozik, világító berendezésre, a fékre. Tanácsokat tudunk adni a kerekezőknek, bizonyos jogszabály módosításokat el tudunk nekik mondani, amennyiben van ilyen az elmúlt időszakból. És hát nyilván ezen felül még regisztrálják is itt a kerékpárokat a kolléganők, bekerülnek egy rendszerbe, és lopásnál segít ez a regisztráció. A műszaki állomáshoz átvizsgálásra érkezett ez a gépjármű is. Többek között vizsgálták a folyadékszinteket, az autógumik minőségét és a fékek állapotát is. Évek óta visszatérő jelleggel vagyunk itt ebben a parkolóban, és minden tavaszi, illetve őszi időszakban próbálunk segíteni a gépjárművezetőknek. Átvizsgáljuk a gépjárműveket, ebben nagy segítségünkre van a kormányhivatal munkatársai, hozzák a mobil műszaki vizsgálomásukat, és ezzel egy komplett átvizsgálást tudunk csinálni a gépjárműveknél. Megnézzük, mennyire vannak felkészülve arra, hogy a tavaszi, illetve majd később az őszi időszakban megváltoznak az útlátási viszonyok, és hát egy nyilván erre mind a gépjármű vezetőjének, mind pedig a gépjárműveknek fel kell készülniük. A mobil állomáson 30 gépjárművet vizsgáltak át, ebből 21 felelt meg maradéktalanul, 6 korlátozottan, 3 gépjárművet pedig alkalmatlannak találtak. Az autók tekintetében legtöbb esetben fék és ABS hibát állapítottak meg a szakemberek. A Hangszert a kézbe országos rendezvény sorozat célja, hogy izgalmas módon hozza közelebb a gyermekekhez a zenét, a hangszeres játékot. A nyíregyházi Vikár Sándor zeneiskolában 7 hangszercsoportban közel 140 hangszert és hangtechnikai eszközt vonultattak fel, amelyet természetesen kedvükre kipróbálhattak a fiatalok. A terembe lépve látható, hogy ha egy gyermek kezébe hangszert adunk, azt ő minden bizonnyal megpróbálja megszólaltatni. Nem volt ez másként a Vikár Sándor zeneiskolában sem, ahol most egy kicsit másként ragadhattak akár gitárt, vagy meg annyi más hangadó eszközt azok az óvodás vagy iskoláskorú gyerekek, akik ellátogattak a rendezvényre. Igazából a küldetés az nagyon egyértelmű. Szeretnénk azt, hogyha sokkal többen játszanának hangszereken. Magyarországon ugye mi 2008-ban a Hangszeresek Országos Szövetsége végzett egy mérést, és akkor az eredmény jött ki, hogy Magyarország lakosságának csak 8%-a él hangszerekkel, tehát játszik rendszeresen, meg tanult zenét. Hát ez végtelenül alacsony szám, ez Európában akkor alulról a második hely volt, csak Bulgáriát tudtuk megelőzni. Mi akkor kezdtünk el komolyan ezzel az egész kérdéssel foglalkozni, és hát olyan aktivitásokat hajtottunk végre, szerveztünk olyan eseményeket, tehetségkutatót, nagy kiállítást, illetve hangszert a kézbenhez hasonló turnékat, amelyek arra ösztökélik a fiatalságot, hogy játszanak hangszereken. 2 évvel ezelőtt újra mértünk, és azért ott már egy 27%-os adat jött ki, ami azért már egy jelentős javulás. Tamás Attila, a Vikár Sándor zeneiskola igazgatója elmondja, hogy évről évre a zongora a legnépszerűbb a beiratkozók körében. A zeneiskola is igyekszik helyben egyre több olyan programot szervezni, amely célul tűzi ki a legkisebbek zenei nevelését is. Mi úgy szoktuk mondani, hogy a zeneiskola maga, ez egy hangszerország, ahova bejönnek, akkor nagyon sok érdekességgel tudnak találkozni.
a tehetségeknek a felkutatása, vagy magának a gyerekeknek a bevonzása, ez nem csak az iskolás korosztályra tartozik. Mi törekszünk arra, hogy már a legkisebb korosztályból is olyan foglalkozásokat tartsunk rendszeresen, amikor még beszélni sem tud a gyerek, de talán egy ritmus hangszerrel mégis nagyon szívesen eljátszadozik. Úgyhogy a legkisebb bölcsődés korosztálytól kezdve az óvodásoknak tartunk rendszeresen évente 3-4 sorozatot, amikor hangszerbemutatót tartunk, hangszersimogatókat, és természetesen minden évben törekszünk arra, hogy nagyon sok általános iskolába ki tudjuk vinni ezeket a hangszereket, megismertetni a gyerekekkel, és amelyik megtetszik neki, így be tudnak jönni, és tudnak rajta tanulni. A rendezvényt Ulrik Attila, Nyíregyháza alpolgármestere nyitotta meg, aki igyekezett arra ösztönözni a gyerekeket, hogy próbáljanak ki minél több eszközt, és amint lehet, kezdjenek el zenét tanulni. A zene az az embert neveli, lelkileg feltölti, kikapcsolhatja. Ugye, hogyha valaki ismeri Nyíregyházát, akkor tudja, hogy van komoly énekzeneképzés, van komoly hangszeres zeneképzés iskolai keretek között, magánkeretek között is. Rengeteg tehetséges diák van évről évre, ahogy most pénteken is volt egy lengyel-magyar barátság napja, és pici nebulók léptek fel, különböző hangszereken az ember láthatja, hogy mennyi tehetség van bennük, és mennyi időt is áldoznak erre. Úgyhogy a zene nagyon fontos, nyilván a rendezvényeken is fontos a zene, de az egy másfajta típusú zene, mert ha valaki ide eljön és a hangszert a kezébe veszi, megnézi a keverőpultokat, a különböző eszközöket, lehet, hogy kedvet kap ahhoz, hogy ő is zenéljen, és ezáltal belépjen egy másik világba, ami tényleg az embert felemelheti és ki is kapcsolhatja. A hangszert a kézbe rendezvény áprilisban Vácra, Sümegre és Balassagyarmatra utazik és folytatja misszióját azért, hogy a felnövekvő generációk életébe játékos módon csempészhessék be a zenét. Egy pontot szerzett Diós Győrben a kisvárdai futballcsapat, Feckó Tamás együttese az NB1 27. fordulójában 1-1-es döntetlent játszott a DVTK otthonában. A forduló további eredményei a következők: Újpest-Zalaegerszeg 1-5, Fehérvár FC Mezőkövesd 5-0, Debrecen MTK Budapest 1-2, Ferencváros Paks 1-0 és Kecskemét Puskás Akadémia 1-2. A tabella élén a Ferencváros áll 58 ponttal, a 21 ponttal 11. Kisvárda szombaton a 10. Újpestet fogadja. A Nyíregyházi Sportcentrum 7 versenyzővel utazik Budapestre a 126. úszó országos bajnokságra. A Duna Arénában 2-től péntekig tart majd az OB. A nyíregyházi Stankovics Anna olyan időt szeretne elérni 50 méter gyorson, amellyel kijuthat a nyári párizsi ötkarikás játékokra. Bár a nyíregyházi úszók idén már számos viadalon elindultak, a legjobbak számára kedden kezdődik az év eddigi legfontosabb versenye. A 126. országos bajnokság lehetőséget biztosít az Európa-bajnoki és az olimpiai kvalifikációs szintidők teljesítésére, igaz, az indulás is szintidőkhöz kötött. A Nyíregyházi Sportcentrum különítménye nem a legjobb előjelek után utazik a fővárosba. Sajnos a felkészülés ezt nem nevezhet ideálisnak, mert nagyon sok betegség és sérülés is volt sajnos ebben az időszakban. Én úgy gondolom, hogy a kiemelt versenyzőink, ugye Hadházi Dóra távol marad, Amerikában nem jön haza, nagyon rossz időpontban van neki a verseny, viszont Amerikában majdnem napra azonosan egy Pro Tire Series-en indul, ahol megpróbál elős 200 pillanat olyan időt úszni, hogy az EB keretben bekerülhessen, illetve hát az EB keretben benn van, ami jó hír, tehát a felnőtt Európa-bajnokságot még a olimpiai kvalifikációs időszakban rendezik Belgrádban az idén, tehát ott ő csapattag. Stankovics Anna ugye 50 méter gyorsan, 50 méter mellen igyekszik minél jobb időt úszni, és 50 gyorsan megpróbálkozik az olimpiai szinttel is. Stankovics Annán kívül még 6 nyíregyházi versenyző lesz ott a Duna Arénában, ahol az egyéni számuk mellett váltóban is megmérettetik magukat a sportcentrum úszói. Összesen 7 fővel nevezünk a versenyre, úgy terveztük, hogy a pénteki 4x200-as női gyorsváltóval, tehát váltót is nevezünk, illetve akinek egyéni szintjeik vannak, hiszen ez egy elég komoly szinten rendelkező verseny, azok tudnak indulni. 200 háton, 100 méter pillangón, 50 méter mellen lesznek indulóink, illetve a 4x200-as gyorsváltó, női gyorsváltó. Az előzetes nevezésekből kiderült, hogy a hosszú kihagyás után visszatérő Milák Kristóf hasszámban, a 6. olimpiáját megcélzó hosszú Katinka pedig 3 számban áll majd rajtkőre a bajnokságon.
Mindenki indul, aki él és mozog. Persze vannak Amerikában távolmaradók, ők Amerikában próbálnak különböző kupákon, versenyeken, méteres medencében időt úszni, hiszen a jardos medencébe edzenek túlnyomó többségben. Én úgy gondolom, hogy mindenki rajthoz fog állni. Nagyon sok volt a klubváltás az évközben. Nagyon sokan, főleg a felnőtt mezőben klubot váltottak, edzőt váltottak. Ez rengeteg kérdőjelet vett föl. Mint a vezetőedző elmondta, ez egy olyan országos bajnokság lesz, amelyen most nem az érmek, hanem az idő eredmények a fontosabbak. Az olimpiai nevezési időszak június 30-án zárul, addig még az OB-n kívül is lesznek olyan hazai és nemzetközi versenyek, amelyeken lehet teljesíteni a kvalifikációs szintet. Híradónk végén nézzük főbb híreinket ismét néhány mondatban. A jelenlegi piaci helyzetről, a nyírség vízpótlását jelentő beruházásról és a pályázati lehetőségekről tájékoztatták a gazdákat Mandabokorban. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ által rendezett fórumon elhangzott, reményvesztett hangulat uralkodik az agráriumban. Sokan már azon is gondolkodnak, hogy nem folytatják tovább az élelmiszertermelést. Turisztikai, energetikai és infrastruktúrális fejlesztések váltják egymást Nyírbátorban. A beruházások összértéke meghaladja a 6,5 milliárd forintot. A tervek szerint idén fejeződik be a Magyar Nemzeti Múzeum nyírbátori intézményének teljes körű rekonstrukciója. A beruházás jelenleg hazánk egyik legnagyobb kormányzati támogatásból finanszírozott kulturális fejlesztése. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei rendőrfőkapitányság baleset megelőzési bizottsága és a vármegyei kormányhivatal közös rendezvényén közel 60 kerékpárt és 30 gépkocsit vizsgáltak át szombaton Nyíregyházán. A téli tavaszi átállás segítő akció célja az volt, hogy a járművek biztonságos műszaki állapotban kerüljenek az utakra. Április 8-án hétfőn a Kölcsei Televízió híradóját látták, jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap este is várjuk majd Önöket. Nézzenek minket akkor is, viszontlátásra! Kedden változó vastagságú fátyol felhőzet szűrheti időnként a napsütés, csapadék továbbra sem lesz. A déli délkeleti szél többfelé megélénkül, főként az Észak-Dunántúlon erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 23-25 fokig melegszik fel a levegő.